Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim! Önök arról van szó címmel az Eszterházy Károly Főiskola Líceum televíziójának heti aktuális műsorát láthatják. Harmadik évfolyam 71. adás. Köszönöm, hogy most is minket választottak. Tekintsük át együtt, hogy mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak. Informatikából voltak legjobbak hallgatóink az OTDK-n. Két első helyezést is elhoztak a legrangosabb hallgatói megmérettetésről. A főiskola nem csak oktat, nevel és fegyelmez is a pedagógus hivatáshoz elvárható életvitel érdekében. Az Eszterházy Károly Főiskola rangjához nem méltó magatartást szigorú következetességgel szankcionálja a fegyelmi bizottság. Az Eszterházy napokon hallgatónk nyerte az EGRI Kistérség arculattervező pályázatát. A főiskola több területen is együttműködik az EGRI Kistérséggel. Jó színvonalú művek jellemezték a főiskolások második filmszemléjét. A pályázók többsége szép szakmai fejlődést ért el a Liceum Televízió műhely munkája eredményeként. Stúdióbeszélgetéseink között hallgatóink a város programjai közül ajánlanak szíves figyelmükbe, és lesz hírlánc előzetesünk is majd. Kedves nézőink, röviden kiemelésekkel ennyit mai adásunk tartalmáról, bővebben az itt jelzett témákról az előttünk álló egy órában szólunk majd. Úgy fogalmaztunk a bevezetőben, hogy informatikából voltak legjobbak hallgatóink az országos tudományos diákköri megmérettetésen. Két első helyezést is elhoztak, az egyiket Solté Szemese, negyedéves számítástechnikai szakos hallgatónk, a tanulás segítése az informatika eszközeivel az integrált nevelésben volt a címe, és konzulens tanára volt dr. Konci József docensünk. Tanár úr, talán először, mielőtt a dolgozatba belemélyednénk, arra vessünk egy pillantást, hogy az ön tanári múltjában milyen szerepe van a tudományos diákkörnek, milyen súllyal esett latba, milyen élményei maradtak ebből? Nem szeretném, ha dicsekvésnek tűnne, de négyedszer indultunk számítástechnikából, informatikából, tantárgypedagógiából, országos tudományos diákköri dolgozattal, és mind a négyszer első helyezést értünk el. Ezt összesen 6 hallgatónk követte el, és a 6 hallgató közül azóta már mindenki gyakorló pedagógus, kivéve Emese, aki most végzett, és nagyszerű pedagógusok, köztük már van olyan pedagógus is, aki a PhD dolgozatának megvédése előtt áll. De én úgy gondolom, hogy egyelőre név nélkül most maradjunk ebben a felsorolásban. Én meg azt hiszem, maradjunk abból, nyugodtan lehet büszke erre az eredményre, tanár úr, hiszen azért ez nem igazán gyakori dolog, hogy négyszer is első helyezést tudjanak elhozni. Minek köszönhető ez a siker, tanár úr? Mi a titka a tanár-diák együttműködésnek, hogy a tudományterületén ilyen szép eredményeket lehessen elérni? Én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat. Ez egy hosszú folyamat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a motiváció meglegyen a jelöltek részéről is, és a környezet részéről is. Azaz érezze a jelölt, kívülről is érezze, és belülről is érezze azt, hogy az ő munkájára szükség van, és az ő munkáját most érdemes megmutatni, összemérni mások munkájával, és hát az egy nagyszerű dolog, hogyha még reménykedhet is abban, hogy jó eredményt ér el. Hát nyilván reménykedni mindig lehet. Én azért mégis azt mondom, hogy tantárgypedagógiából, mert a szekcióknak, mind a négynek, ez volt a címe egyébként, hogy tantárgypedagógia, ez egy nagyon összetett dolog. Tudnilik, itt mondhatnánk azt, hogy 3 dolognak kiválóan meg kell felelnie. Egyszer a szakjának, itt most számítástechnika, informatika, azért használom a két szót, mert akkor, amikor 1980-ban nyertünk először, akkor még nem is volt szak a főiskolán. Ebből nőtt ki a számítástechnika. Pontosan, így van. És akkor még csak számítástechnikának nevezték, ott a szekción belül is. Tehát először a szakmát mondom, hogy meg kell magasan felelni. Másodszor az biztos, hogy pedagógia szempontjából,
tantárgy pedagógia szempontjából szintén olyannak kell lenni a témájának, ami egy olyan téma, aminek akkor jövője van, illetve előremutat. És mind a két területen maximálisan meg kell felelnie. A harmadikra azt mondom, hogy és a dolgozat elkészítése, kidolgozása, amiben hát nagyon-nagyon sok munka van. Amit elmondott most tanár úr, annak kapcsán bennem az fogalmazódott meg, hogy egy ilyen tudományos diákköri munkában nem csak a szakma a nagyon fontos. Nem, azt tetszett mondani, úgy fogalmazott, hogy kívül-belül érezze a diák. Tehát nem csak a szigorú szakmai ismeretek a fontosak, hanem a tanárnak az emberi hozzáállása, magatartása, viszonya, emberi példája, talán fogalmazhatok így. Én úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban, amivel ugye az előbb kezdtem, nagyon fontos az, hogy a vezető tanára és a jelölt folyamatosan együtt tudjon működni, és folyamatosan konzultáljon, ismerjék egymást, tényleg egymás gondolatait, ismerjék azt, hogy mit érdemes megcsinálni, és mit érdemes kidolgozni, és hogyan érdemes azt kidolgozni. És ebben nyilvánvaló, hogy nem egyedül van a vezetőtanár, a szakvezetőtanár, hanem a tanszék is ott áll mögötte, ami egyáltalán nem közömbös dolog, szeretném elmondani, nagyon sok tanáccsal, a folyamatos beszélgetés során nagyon sokat konzultáltunk, a tanszék dolgozói is, és a jelöltek is. Tanár úr, bocsásson meg nekünk, az újságíró mindig hajlamos titkokat keresni, még ott is, ahol nincsenek. Lehet, hogy nincsenek titkok. Engem az érdekelne nagyon, hogy hogyan indul el ez a folyamat, tehát hogyan kerül a mag elültetése. Hogyan hívja föl a figyelmet, hogy nem kötelező, de elhelyezek egy bogarat a füledbe, de ez egy érdekes lehet. Ez hogy zajlik ez a folyamat? Én azzal kezdtem, és ebben most itt találkoztunk a gondolatokkal, hogy a motiváció. Azaz meg kell legyen a jelöltben is egy belső motiváció, és meg kell a környezetben legyen egy olyan motiváció, ami a jelöltet arra fogja késztetni, kérni, mondjuk így, hogy találkozzanak, és valósítsák meg együtt azt, amit kitaláltak. Nagyon fontosnak tartom a témákat, és ebben azt kell mondjuk, hogy közös az indíték, az indulás. A tudományos diákköri munkában a legfőbb indíték az kell, hogy legyen a hallgatókban egy tudományos elkötelezettség felé egy komoly igény. Amennyiben ez megvan, akkor utána lehet a témákon gondolkozni, és hát a témákat figyelni kell, a napi eseményeket, mert ez akár informatikára, akár a tantárgy pedagógiára, ez egyformán érdekes. Jellemző, hogy akár ha azt nézzük, hogy informatika szempontjából, például az MSE dolgozata, de akár melyiket mondhatnám a négyből, igenis nagyon aktuális informatikából is, de nagyon aktuális tantárgy pedagógiából is. Ha valamelyik is nem lenne aktuális, akkor nem tudott volna. Mindez, amit elmondott tanár úr, csak MSE igazolhatja vissza itt velünk. Hogyan talált rá a témára MSE? Itt két modortalan férfi vitatkozik egymással, miközben itt van a főszereplő. Nekünk volt harmadik évfolyamon egy tantárgyunk, a számítástechnika tanítása, ahol volt egy feladatunk, ahol oktatóprogramot kellett készítenünk, tanár úr tanította ezt a tantárgyat, és akkor jött az ötlet, hogy én ezt nekem nagyon tetszik, és szeretnék ezzel foglalkozni, és a tanítási gyakorlat igazolta, hogy szükség van erre. Az integrált nevelése, tehát az eltérő képességű gyerekeknek a tanítása az nagyon fontos, és manapság már nagyon sok gond van ezzel, és nagyon sok iskola küszködik ezzel. MSE, ha visszagondol, melyik folyamat, melyik lépés volt a legnehezebb? Amikor a témát meg kellett fogalmazni az elején, amikor azt kidolgozta, amikor meg kellett először védeni itt helyben, a helyi TDK-n, aztán az országosan is meg kellett védeni. Melyikről milyen emlékei vannak?
Hát az ötlet az nagyon egyszerű volt, tehát nagyon kreatív ötleteim voltak. Legnagyobb dolgok mindig a legegyszerűbbek. Így van, tehát azzal nem volt gond, talán az elkészítése az, ami nagyon bonyolult volt. Tehát hang volt rajta, hangtematika, azt felvenni, azt újra játszani, megváltoztattuk a hangját, tehát ezzel elég sok gond volt. Tehát műszakilag elkészíteni volt nehéz inkább. És aztán eljutott vele a lépcsőkön keresztül egész az országos döntőig, ott meg kellett védeni. Hogyan fogadták? Nagyon jól fogadták. Féltem tőle egy kicsit, hogy mit fognak kérdezni. Igazából nem volt semmi kérdésük. Azt kérdezték tőlem, hogy egyedül én csináltam ezt a programot, tehát bevontam-e másokat is a készítésbe. És de egyedül csinálta? Hát tanár úr segítségével, meg az iskola támogatásával, igen. De végül is a mozgató erő az maga volt egyedül. Volt-e arra módja az országos döntőn, hogy a többiek dolgozatára tekintsen, témáira? Igen. Fedezette fel valami újdonságot, érdekeset, amire azt mondja, hogy hát ezzel egy kicsit én is elbogaráznék. Végignéztem az összes előadást, mert érdekelt. Nagyon sok érdekes dolog volt. Hát az az igazság, hogy inkább a pedagógiai része az, ami engem érdekelt. Tehát volt ott olyan versenyző, aki a processzor hűtéséről készített előadást, és az is nagyon érdekes volt, és biztos fontos, de inkább engem a pedagógiai része érdekel. Talán a logó program volt egy olyan hölgy, aki azt adta el, azt mutatta be, az engem is érdekelne. Az fontos az általános iskolás gyerekek számára, az nagyon jó program. Saját dolgozatának a folytatása, utóélete? Hát szeretném folytatni. Igazából hasonló programokat szeretnék csinálni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ez a dolgozat, amely az OTDK-ra eljut, ez már a PhD-nek a része. Szakirodalomként benne van, dolgozatként jegyzik, publikációként jegyzik. Akarja-e máshol is publikálni esetleg még? Hát erre még nem gondoltam. Akkor betettem a bogarat a fülébe. Igen. Gondolkozzon rajta. Érdemes. Szerintem, hát ha a témát ennyire aktuálisnak véljük mindannyian itt, szakmailag is és pedagógiailag is, akkor ezzel talán érdemes foglalkozni. Általában, tanár úr, mi az utóélete az ilyen OTDK-s dolgozatoknak? Van-e további élete, publikálják, megjelenik, továbbfejlesztik? Én úgy gondolom, hogy mivel az OTDK dolgozat része a akkori hallgató életének, ezért úgy látom, hogy leginkább abban aktív a dolgozat, hogy kiváló pedagógussá válik az illető, és az ő pedagógus munkájában az biztos, hogy mindazt a tevékenységet, amit annak idején az OTDK dolgozatnál is felhasználta, azt a pedagógus tevékenységénél is kamatoztatni fogja. Akkor hadd kérjem most talán, hogy most ne legyen szerény. Az eddigi OTDK-s első helyezett dolgozatainak, tanárainak, tanítványainak mi lett a utóélete, további sorsa, mit tud róluk? Mindegyikről tudok. Hatan vannak, ugye, mert két dolgozatnál két hallgató volt a szerző. Tudnék, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a tantárgypedagógiai dolgozatoknál nem elég leírni a dolgokat. Mindig rettenetesen fontos az, hogy kipróbált legyen, és visszaigazolásnak lennie kell. Na most informatikáról van szó. Nagyon komoly feladat az, hogy ő csinálja a szoftver részét is, MSE együtt csinálta, és ugyanakkor a kipróbálást is ő csinálta. Ott kontrollcsoportnak kell lenni, és meg kell lenni annak a vizsgálatnak, annak a statisztikai vizsgálatnak, mert enélkül nem fogadják el, és enélkül nincs helyezés, az biztos. Na most két dolgozatnál pontosan erről volt szó, hogy más írta a szoftver részét, és más folytatta a kísérletet. Tehát akik kipróbálták. Szóval kik, hol vannak-e? Négyen Egerben vannak, pedagógusok, mindnyájan dolgoznak, kiváló pedagógusok, tudok róluk, hogy valóban kiváló pedagógusok, hagyj mondjam szerénytelenség nélkül, hogy hárman a főiskola körén belül vannak, hárman, egyikük a háromból a gyakorlóiskolában van,
másik ketten valóban a főépületben, itt vannak és informatikával foglalkoznak, ketten Miskolcon dolgoznak, és kiváló pedagógusok. Ezt tudom róluk. Azt hiszem, ettől többet nem is lehet várni, hogy elérjen az ember. Ez a legnagyszerűbb eredmény, hogy kiváló pedagógusnak mondhatja a tanítványait. Én nagyon örülök, hogy mindnyájan a pályán vannak, és a pályán maradtak, és valóban ebben a munkában fejtik ki a tevékenységüket. Emese pályáját hogyan fogja befolyásolni ez az OTDK-s első helyezés? Hát az az igazság, hogy én már tanítok. És gyakorlom a pedagógusi szakmát, bár most felnőtteket oktatok, erre van lehetőségem, de mindenféleképpen szeretnék iskolába is tanítani, és az én saját programémat használni az oktatásban. Minél jobban sikerüljön ez a fajta munkája, tanár úr, a tanszék életében mit jelent most megint ez a két első helyezés, hogyan tovább? Én azt szeretném, ha folytatni tudnánk az e fajta törekvéseket, de lassan megmondom őszintén, hogy igenis másokat is szeretnék a tanszéken is biztatni arra, hogy vegyenek ebben részt. Részt vesznek most is, de szeretném azt, hogyha valóban kitartóan meg tudnák valósítani, mert ezek hosszú munkák. Azokat a folyamatokat kitartóan meg tudnák valósítani. A kitartásban a hallgatókkal talán azt mondhatnám, hogy itt a legszűkebb a keresztmetszet, a hallgatók kitartásában. Remélem, hogy e tekintetben a mostani példánk is egy jó motiváció lesz a továbbiakban. Soltész Emese, gratulálunk az első díjához, sikeres pályát. Koncz József tanár úr, köszönjük, hogy ilyen szép eredményt hozott főiskolánknak, és további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Hölgyeim és uraim, mi pedig nézzük meg, hogy mit kínál a Hírlánc kiadása nekünk a hírek világából.